Teslától érkező hírektől hangos a piac az elmúlt egy hétben. A Model 3 bemutatása óta azt is megtudhattuk, hogy ebben az elmúlt egy hétben nagyjából 300 ezer megrendelés érkezett a cégnek ezen termékére. Érdekes ez a szám azt figyelembe véve, hogy az idei teljes évre az összes modelltípusból 80-90 ezer darab legyártását tervezi a cég. A bejelentést követően a részvény árfolyama tovább emelkedett a februári 150 dolláros mélyponthoz képest, és megközelítette a 250 dollárt. A tegnapi nap folyamán is 4%-os plusszal fejezte be a kereskedést, azonban a piaczárást követően megtudhattuk a cég első negyedéves értékesítési számait, melyekre nem túlságosan pozitívan reagáltak a befektetők, hiszen a tervezett 16 ezer helyett mindössze 15 ezer darab autót sikerült leszállítaniuk. Fontos lesz azonban, hogy a jövő héten kezdődő gyors jelentési szezonban május elején teszi közzé teljes negyedéves számait, ahol már nem csak az értékesítéssel, hanem az értékesítés tényleges eredményével kapcsolatban is konkrétumokat tudhatunk meg. Amennyiben a piaci jó hangulat és az értékesítési, illetve bevételi számok is pozitívan alakulnak, akkor a cég árfolyama tovább emelkedhet, és akár megközelíthetjük, vagy akár át is léphetjük a 300 dolláros szintet.